Az Indiana Jones 4, azaz ismertebb nevén Indiana Jones és a mátraványi kifanyűvő a legjobb ellenszer a második rész borzalmének elfelejtetésére, ahelyett, hogy kisnyugdíjasként megülne a segén és örülne a rezsicsökkentésnek, 24 év után visszatér kedvencünk Indiana Jones, az egykori Temple Run világbajnok. Meghal, majd tönkre akarja vágni az első három rész hagyatékát. Maga, az orosz miniszterelnök Vlagyimir Putyin akarja felpofozni. De itt van még az orosz Rihanna is. Kénytelen megbújni a született feleségeknél, majd megpillantja a legendás atombiztos lehelőtő szekrények utolsó darabját, és beleimportálja magát, amivel atomvillanás keretében, reptében még a jóval előbb elindult autót is leelőzi, és anélkül ér földet, hogy kinyílna közben az ajtaja. Az év összes többi napján is hűt, dolgozik, jó, megbízható és vásárolható a lehel hűtőszekrény. Még szerencse, hogy bekente magát 60-as faktú napolajjal, így nem kap hasnyálmirigyákot és torokgyíkot a nukleáris holokausztól, amíg belebambul. Tisztátalan testét lesuvickolják, de a golyóit már nem engedi megmosni, mert a barátnője szereti, ha van egy kis szaga. Aztán mehet vissza memóriajátékot tanítani az amerikai graffitis tápjának, és a néger jól nevelten tudja, hol van a helye. Kitudódik, hogy rendszeresen molesztálja a diáklányokat, ezért kirúgják. Ráadásul élete szerelme Sean Kennedy is elhagyta, és róla ábrándozik, miközben Paudics Bélát hallgat. Én megírom neked azt, hogy a szívem mindig a tiéd. Mennyei füstből, akkor Steven Spielberg örökbefogadott gyereke manifesztálódik elénk, aki nagyon szeretne már James Dean lenni, de nem sikerül neki. Anya! Kicsi! Anya! A srác megmutatja apjának, hogy már a sumérok között is voltak olyan emberek, akik az egyelőre szót N betűvel írták Mezopotámon. Ezután nekrofil hajlamait vezérelve több száz éves hullákat fogdosnak, és még csak kezet sem mostak utána babaszappannal. Indianapolis Jones megtalálja Rebel Johnny koponyáját, ami vonza magához az aranyat, mert zsidóból van. Itt van még Dorgó is, akik egyetlenül tolja a jolót. Jaj, az nagyon kígyó! Jaj, az nagyon kígyó! Tele vagyok, mentsek egy kígyó! Kiderül, hogy a mélyen hívő hangyák félve tisztelik a másik galaxisból származó űrlény koponyáját, majd ezek akkor túlélnek már három vízesést is, mert megtehetik. Mennek is vissza tubréderkedni, ahol összebarátkoznak a hétfő délutánjaikat befalazva töltő élő halott indiánokkal. Megegyeznek velük, hogy csak a halott élő halott indián a jó élő halott indiánt, majd Rihanna Joel Damon megtalálja a rég elvesztett Rimmer London Rouge gyűjteményét. Majd visszacsontkovácsolja az UFO fejét, amiért cserébe megkaphat bármilyen tudást az űrlényektől, és azt kéri, mondják el neki, miért van a férfiaknak mellbimbójuk. Tudni akarom, tudni akarom. Meg is kapja a tudásfája teljes gyűjteményét a kemény fedeles lefűzőkkel együtt, aminek annyira megörül, hogy spontán exotermikus oxidás következtében cseppfolyossá válik. Nem teszed vissza azt a kalapot, sürgősen!